Egyre több fiatal sportoló doppingol, az edzőket tájékoztatják a szakemberek. A mérnöki pálya népszerűsítése a cél, nyílt nap a Pollákon. Óvodát ajándékozott meg a PSN ZRT, a sporteszközök értéke több mint 100 000 forint. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, ez a Pont ma, május 29-én csütörtökön, tartsanak velünk. Egyre gyakoribb, hogy már az utánpótláskorú versenyzők is tiltott szerekhez nyúlnak a teljesítményük fokozása érdekében. Ennek veszélyeire hívta fel a fiatal sportolókkal foglalkozó edzők figyelmét a csütörtöki konferencia. Az élsportolók esetében mindig botrányszámba megy, ha tiltott szerekkel javítják teljesítményüket, de sajnos már nem csak a felnőtt versenyzők doppingolnak, hanem a fiatalság körében is egyre elterjedtebb a tiltott szerek használata. A Drog és Dopping Roadshow pécsi állomására utánpótláskorú sportolókkal foglalkozó edzőket hívtak meg. Feltétlenül fontos, hogy ezeket át tudjuk adni, ezeket a hasznos információkat az edzőknek, illetve gyerekeknek, szülőknek. Erre most nyílik is egy nagyon jó lehetőségünk, hiszen vasárnap, június 1-én vasárnap egy tulajdonképpen egy szezonzáró jamborival fogjuk a 2013-14-es szezont búcsúztatni, ahol a PVSK valamennyi utánpótlás kosarasa, illetve a felnőtt játékosoknak a zöme is ellátogat. Ezen kívül ma már felvilágosító kiadványok, tudományos és szakkönyvek, előadások sokasága próbálja meggyőzni a sportolókat, hogy számtalan legális és az egészséget nem veszélyeztető eszköz, szer, módszer van a tudomány birtokában, hogy hatékonyan támogassa a sportolót a csúcs teljesítmény elérésében. Az edző is felelős azért bizonyos fokig, hogy doppingol vagy drogot fogyaszt a gondjára bízott gyerek. Szeretnénk megismertetni a Nemzeti Drogmegelőzési Stratégiát. Beszélünk arról, hogy milyen összefüggés van a drogfogyasztás és a fiatalkori bűnözés között. És hát végül, ami hát a sportban nagyon fontos, hasznos tanácsokat adni, hogy a dopping veszélyt el tudják kerülni a gyerekek. A Dopping és Drogfogyasztás Megelőzése Fiatalkorú Sportolóknál című konferencián neves szakemberek tartottak előadásokat a témában. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkársága megbízásából a Magyar Edzők Társaságával közösen szervezte a Pécsi Tudományegyetem. A pécsi konferencia egy több állomásból álló sorozat része volt. Két hónap alatt 4 helyszínen 16 produkció, 26 alkalommal várja a közönséget idén, június 13-a és augusztus 10-e között a Pécsi Nyári Színház programjában. A zenés és táncos műfaj változatos előadásai, valamint az off programok összeállításánál a vendégelőadások mellett minden évben fontos hangsúlyt kapnak a saját produkciók, amelyekről idén sem akartak lemondani a szervezők. A Pécsi Nyári Színház idei költségvetése eléri a 40 millió forintot, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap 15 millióval járult hozzá, de az önkormányzat és különböző támogatók is jelentős összeggel támogatják a programot. Vendégem a stúdióban Vidákovics Szláven, a Pécsi Horvát Színház igazgatója. Üdvözlöm! Üdvözöllek, üdvözlöm a kedves nézőket! Hernádi Judit, Kern András, Kulka János, Straub Dezső, sorolhatnám tovább a fellépőket. Elkészült a program, beindul a Nyári Színház. Egy picit, hogyha erről beszélnél, hogy mit vártok most ettől a szezontól, ettől a nyártól? Így van, egy kicsit különleges lesz ez a Pécsi Nyári Színházi szezon, több oknál fogva is, de a legfontosabb az, hogy azt kell mondanom, hogy sajnos idén kiesik az Anna utcai játszóhelyünk, de az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen azért esik ki, mert egy új horvát színház épül, és ennek keretén belül teljesen felújul majd a nyári játszóhely is. Így az Anna udvarban most nem lesznek előadások, viszont a megszokott Káptalan utcai szabadtérén nagyon, ahogy említetted is, olyan sztár szereplőkkel létrehozott előadások fognak ide Pécsre jönni, amelyeket érdemes lesz megnézni. De ami még a különlegessége a mostani Pécsi Nyári Színháznak az az, hogy 1978-ban, amikor Bagossy László és Ek Imre
megálmodta, hogy legyen Pécsnek egy nyári fesztiválja, egy színháza, akkor ők az összes olyan játszóhelyet, a nyugati várfal sétányt, a tetjei romokat is, még sorolhatnám, azokat is bevonták a nyári színházba. Most az off-program keretén belül, a Pécsi Nyári Színház off-program keretén belül ezek a terek, a tetjei romok, a nyugati várfal sétány, a civil közösségek háza újra megtelik programokkal az Apollo Kulturális Egyesület jóvoltából. Egy-kettőt azért kiemelnél, hogy te mire hívnád a nézőket? Gondolom mindenre, de van-e olyan, ami igazán közel áll a szívedhez? Mindegyik közel áll, hiszen én raktam össze a programot, de hármat mindenképpen kiemelnék. Ugye benne van a nevünkben is, hogy Pécsi Nyári Színház. A színház az nem csak egy fesztivál, hanem saját előadásokat is létrehoz. Így mindenképpen a közös előadásunk a Pécsi Nemzeti Színházzal, az Én és a Kisöcsém Böhm György rendezésében, ami egy fergeteges operettbohózat lesz táncosokkal, zenészekkel, énőzenével és fantasztikus pécsi színészekkel. Amit még kiemelnék, az a saját produkciónk, amit a Pécsi Balettel csináltunk közösen még tavaly, a Jó, a Rossz és a Colos, egy vadnyugati táncbohózat, ami az Anna utcába ment tavaly fergeteges sikerrel, és most elmegyünk vele a Győri Táncfesztiválra, utána a Szarvasi Szabadtéri színpadon is látható lesz, és újra Pécsre érkezik nyáron, július 4-én és 5-én a Káptalan utcában lesz látható, majd utána elindul egy külföldi turnéra Horvátországba és Bosznia-Hercegovinába, és hát remélem, hogy lehet, hogy a Badnyugatig meg se állunk vele. Mennyiben különbözik így színész, illetve igazgató szempontjából, tehát most így mind a kettőt kérdezem, hogyha közszínházban kell játszani, egy évadban kell játszani, vagy amikor nyáron felszabadultabban, ilyenkor lehet érezni felszabadultabbak a színészek is? Én úgy érzem, hogy a nyárnak megvan egy saját varázsa, a szabadtérnek úgy szintén. Ugye évközben a professzionális színészek munkája az, hogy kiszolgálja az adott színháznak a produkciói, természetesen ezek is fantasztikus dolgok, de a nyár az mindig is egy különleges alkalom arra, hogy a nyári színházban egy szabad ég alatt felléphessen egy színész. Én úgy érzem az elmúlt években, hogy akiket meghívtunk és akik vállalták is a szerepeket, azoknak fantasztikus élményt nyújtott az, hogy Pécsen, a Pécsi Nyári Színházban egy ilyen nagy múltú színházban felléphessenek. Az off-program után mikor lesz először előadás? Igen, június 13-án kezdünk egy diák színjátszó happeninggel fönn a tetjei romoknál. Végül is a fő program az június 21-én indul a Káptalan utcában a Meseautó című zenés vígjátékkal, és egészen augusztus 9-10-ig tart, a Misina Néptánc Együttessel fogjuk zárni. De fantasztikus előadások lesznek, még amit megemlítenék, az az Amadeus, ami a budapesti bemutató után Pécsen láthat először majd a közönség Keresztes Tamás és Kúka János főszereplésével. Sok sikert kívánok, jó pihenést azért, egy kicsit felüdülést, és akkor nagyon sok nézőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Közúti baleset okozásának vétségében találta bűnösnek csütörtökön a Pécsi Járási Bíróság azt a férfit, aki tavaly áprilisban a Komlománfa útvonalon az általa vezetett távolsági busszal nekiütközött egy műszaki hiba miatt várakozó tehergépjárműnek. A volt buszsofőrt a bíróság 2 év szabadságvesztésre ítélte, 3 évre felfüggesztve. Egy ember életét vesztette, 2 pedig súlyosan megsérült abban a balesetben, amely még tavaly áprilisban történt Mánfánál, amikor egy menetrend szerint közlekedő busz belerohant egy pótkocsis járműszerelvénybe. A vád szerint vétkes buszsofőrt a bíróság bűnösnek találta közúti baleset okozásának vétségében. Ezért a bíróság vádlottat 2 évi szabadságvesztésre és 2 év 4 hónapi közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggeszti. A szabadságvesztést végrehajtása esetén fogházban kell végrehajtani, és a vádlott legkorábban a büntetés 2/3-ának kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra.
A bíróság a büntetésbe beleszámította a tavaly április 25-től eltelt időt, illetve kötelezte a vádlottat 417.498 forint bűnügyi költség megfizetésére. A bíróság szerint egyébként a pótkocsis gépjármű sofőrje is hibázott, amikor a műszaki hiba okozta megállás miatt nem rakta ki az elakadást jelző háromszöget. A vádlottnak a felelőssége azért volt megállapítható ennek ellenére, hiszen a jármű vezetőjének, és itt különösen egy busz vezetőjének nagy felelőssége van, ahol több utast is szállít, abban, hogy az adott körülményeknek megfelelően közlekedjék. Az utasok tanúkénti meghallgatásával is egyértelmű volt, hogy ennek a jármű szerelvénynek nappali látási viszonyok között a megállása, az, hogy valamilyen oknál fogva nem megy tovább, már a kanyar alján is látható volt. A bíróság szerint éppen emiatt nem állt meg a vádlott azon védekezése, hogy a nap elvakította, és ezért nem látta a veszteglő gépjárművet. Ezt egyébként szakértői véleménnyel is alátámasztották. Összesen 30 ezer egynyári növényt ültet ki a Biokon Pécsett. A belváros virágágyásaiba, villanyoszlopaira, ládákba kerülnek a virágok. Egészen szeptemberig díszítik majd a köztereket, ezután újra árvácskák és tulipánhagymák kerülnek a helyükre. A belváros beültetésében segített csütörtökön Sztojkovics Éva önkormányzati képviselő. Drónokat röptettek, nanotechnológiai szerkezeteket és lehetetlen alakzatokat tanulmányoztak, épületeket terveztek csütörtökön a Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Karon. Mintegy 200 középiskolás érkezett az intézmény rendhagyó nyílt napjára. Itt mutatták be, milyen oktatási és kutatási munka folyik a karon. Robbanás a Fukushimai atomerőműben. Ezek a képek bejárták a világot. A japán katasztrófa színhelyére életveszélyes belépni. Csak néhány kameraképe alapján próbálnak következtetni a tudósok, mi történhet most az atomerőműben. Ez már a pécsi Pollák informatikai kara. Az itt fejlesztett drónnal akár az atombalesetek helyszíne is feltérképezhető. Rá nem ennyire károsak ezek a radioaktív szennyeződések, mint egy emberi lényre. Nyilván elszennyeződik maga az eszköz is, és utána ő egy radioaktív hulladéknak fog számítani, de az általa küldött kép és az információ természetesen felhasználható. Igen. Tehát ilyen célokra is, ahol embernek veszélyes bemenni, bármilyen oknál fogva, ő azért be tud menni. Ezen a tanszéken a valós idejű képfeldolgozással és az autonóm robot kidolgozásával foglalkoznak a tanárok és a diákok. Önállóan tud ő mozogni bizonyos szituációkba, fölismer tegeket, azokat észreveszi a térben, és tudja azokat követni, illetve későbbi cél, hogy teljesen önállóan fel tud egy teret térképezni, tehát elengedjük valahol egy épületbe, és ő miközben térképezi fel, ebbe a térképbe belerakja saját magát, és önállóan tud tájékozódni. A drón lelke az a program, amit itt fejlesztettek. Ez alapján képes felismerni tárgyakat, alakzatokat, a repülő szerkezet és követni azokat. Ez a bemutató is szerepelt csütörtökön a Tehetségek és Tehetséggondozók élményműhely elnevezésű rendezvényen. A tehetséges fiatalok Pécsre csábítása volt a cél. A főszervező azt mondja, ma már kisebb területről érkeznek ide a diákok. Régebben ugye Nyíregyháza, Debrecen, Szegedtől kezdve ma is jönnek sokan Budapestről, tehát nagyon sok helyről jöttek, most már kezd kiesni a győri rész, de hát próbáljuk ide vonzani a hallgatókat, nyilván azért a város egy vonzerő. Olcsóbb itt élni, mint Budapesten, illetve jó az oktatás színvonala, és érdekes kutatások folynak az egyetemen. Ezt akarták bemutatni csütörtökön, mondja Vörös László. A rendezvényre 200 középiskolás érkezett. Felújítás miatt lezárták a Kertvárost a Verseny utcával átkötő bicikliutat. Folyamatosan panaszkodtak az arra járók, hogy életveszélyes a kis híd.
már nekiálltak a milliós nagyságrendű munkának a Biocom Kft. Munkatársai. Miután a fa szerkezet elemeivel elkészültek az asztalos üzemben, megkezdődött az újjáépítés. A lezárás időtartama alatt a Biocom szakemberei elbontják a régi elkorhadt favázat, és felépítik az új híd faszerkezetet. Június 7-ére minden munkafolyamat befejeződik, mondta Lóci Szidónia, a társaság PR menedzsere. Több mint 100 000 forint értékű sportszert kapott az ANK Cifra Palota óvoda Kertvárosban. Az integrált intézményben a futóbiciklikkel és rollerekkel a mindennapos sportolást tudják megoldani. Hogy kell ezt hajtani? Megmutatod? A lábammal így. Az óvodások rögtön kipróbálták az új kétkerekűeket. Az ANK 2-es vagy közismert nevén Cifra Palota óvodába 135 kisgyerek jár. Egy csoportban 25 óvodás van. Mozgáskoordinációjuk és egyensúlyérzékük fejlesztése érdekében sok jó minőségű sporteszközre van szükségük. Ehhez kaptak segítséget. Ezek az eszközök fantasztikusan fejlesztik. A biciklik, a rollerek, az ugrálókötél, a labda. Ezek mind-mind olyan eszközök, amit az udvaron egyre többet használunk, hiszen a jó idő beköszöntével a nap legnagyobb részét itt töltjük az udvarunkon. A sporteszközök összértéke meghaladta a 100 000 forintot. A Pécsi Sport Nonprofit ZRT támogatásból tudta megvenni a játékokat. Nagyon örülünk, hogy a gyerekek ennyire örülnek ezeknek az eszközöknek, ugrókötél, akkor ilyen lábbalhajtós bicikli rollerek. Kicsit szebbé, jobbá tesszük a mindennapjaikat. Szerintem kicsit nehezebb volt összeszerelni őket, de a gyerekek segítettek, és nagyon örülünk neki, mert azonnal használni tudják őket. A sporteszközök beszerzéséhez Csizi Péter alpolgármester nyújtott segítséget. A cél, hogy a gyerekek még több időt töltsenek az udvaron, mint eddig. Mi most ehhez hoztunk egy kis segítséget, olyan futóbicikliket, amikkel élvezetes a mozgás, amikkel játékosabb a mozgás, és amikkel talán el tudjuk azt érni, hogy később majd rendes biciklire cseréljék, ha meg majd rendes biciklit váltanak, akkor felnőttként is folyamatosan kerékpároznak, és folyamatosan mozognak. 4 évvel ezelőtt Magyarország kormánya a sportolási hajlandóság növelését tűzte ki célul. Ennek egyik eleme a mindennapos testnevelés bevezetése. A mozgás megszerettetését nem lehet elég korán kezdeni. Fokozott ellenőrzést rendelt el a pécsi rendőrkapitányság március 30-án 16 órától 22 óráig Pécsett. A fokozott ellenőrzés célja a közrend, a közbiztonság fenntartása, a jogellenes cselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása, az elkövetett szabálysértések, bűncselekmények felderítése. Az ellenőrzés keretében a rendőrök személyeket igazoltatnak, ruházatukat, járművüket átvizsgálhatják, a közbiztonságra veszélyt jelentő eszközöket, anyagokat lefoglalhatják. A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a fokozott ellenőrzés az állampolgárokat ne zavarja. Célja kizárólag a jogsértő cselekmények megelőzése, illetve megakadályozása. Lássuk főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Egyre több fiatal sportoló doppingol, az edzőket tájékoztatják a szakemberek. A mérnöki pálya népszerűsítése a cél, nyílt nap a Pollákon. Óvodát ajándékozott meg a PSN ZRT. A sporteszközök értéke több mint 100 000 forint. Véget ért a pont ma, a Pécs TV híradója. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!